Hans Gábort, vagyis Bigát 2005-ben ismerhette meg az ország, amikor az egyik zenei tehetség kutatón rögtön mindenki kedvence lett csibészes előadásmódjával. Megszámlálhatatlan saját és mások számára jegyzett sláger után idén végre egy új albummal örvendezteti meg rajongóit. A régóta tervezett korongra természetesen legújabb Hiába üzenek című megklippesített dala is felkerül, de hogy még milyen meglepetésekre számíthatunk tőle és milyen dicséretet kapott Korda Györgytől, az pillanatokon belül maga Biga osztja meg velünk. Every step along way, every night and every day, I'll be there. Learning to let go, oh, oh, oh. Learning to let go, I don't wanna say it. But I gotta let you fly, and so I'm learning to let go. Nyelvű dallal bemutatkozni mondjuk a nagy közönségnek az bizonyos szempontból öngól, hiszen a rádiót hallgatva nem mindig mondják el az előadót, vagy nem mindig említik meg a szerzőket, vagy az előadókat, és egy nemzetközi színpadra való felkészülés vagy lehetőséget nyújtott. Ezért volt angol nyelvű ez a dal, nem azért, mert én így szerettem volna. Éppen ezért van az emberek fejében még mindig a mai napig, hogy te figyelj, most ugye viccelsz, hogy ezt a dalt éneket. Mondom, igen, tudom, már hozzászoktam ehhez, hogy nem tudják így párosítani a dolgot. De ez van. Válasz utat, ahová a lelked mutat, még akkor is, ha halkan szól, a szíveddel hallod jó. Mostanában volt egy olyan tévéműsor, amivel gyakorlatilag talán az összes létező magyar énekes részt vett, mint versenyző, 80 énekessel csináltuk ezt a műsort. Ennek a műsornak a kapcsán az volt a cél, hogy keresték az évszázad legismertebb és legpopulárisabb és legkedveltebb magyar dalát. Az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as, 90-ek és a napjaink legjobb dalairól van szó. Ebben a műsorban versenyeztem én a Hófehér Jaguár című United slágerrel. Nagyon szeretem ezt a dalt, szerettem a zenekart is, úgyhogy én nagyon büszkén vállaltam azt, hogy én ezt a dalt, mint egy ilyen zászlót végigviszem, ameddig végig lehet vinni, vagy ameddig el lehet jutni. És hát Korda Gyuri bácsi pedig egy, azon kívül, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kedves, és nagyon szakmai, és nagyon komoly respekt az ő személye. Azon túl olyan dicséretet kaptam tőle, amin én is nagyon meglepődtem, és meg is remegett a térdem egyébként így a színpadon, mert azért egy ilyen múlttal és ilyen szakmaisággal rendelkező, életművel rendelkező művésztől kapni azért ilyen dicséreteket, hogy nyilván ő azt mondta szó szerint, hogy egy olyan előadó vagyok a sok közül, aki talán a nemzetközi színpadon is bármikor megállná a helyét, és ő ezt tényleg így gondolja. Hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se hat. Nem szól üzenet, se nekik, se neked, ha meghal a szajban a dal. Az elmúlt időszak talán egy picit befelé fordulósabb volt, talán azért, mert sok olyan dalt gyűjtöttem össze, amiből azt gondoltam, hogy ideje így összegyűjteni és csinálni belőle egy új albumot. Ennek a lemeznek a készítése kapcsán jött egy olyan dal, ami talán egy picit különlegesebb, mint a többi. Sok szempontból páratlannak érzem. Nagyon-nagyon különleges, abban is picit talán ambivalens, hogy pozitív a dal, mégis mély gondolatokat hordoz. Talán egy picit azt érzem, hogy egy vészcsengő a mai társadalmunknak. Talán picit kevés időt adunk annak, hogy megízleljük az életet, hogy hagyjuk, hogy egy dalból sláger legyen, hogy egy szerelem kibontakozzon, hogy megízleljünk egy pohár bort, vagy betetek. Pontosan azt érzem, hogy az igazi boldogságot nyújtó dolgokból nem hagyunk időt, vagy nem veszünk el eleget. És míg ezeken gondolkodtam, hogy jó lenne azokat a pillanatokat elnyújtani, amik tényleg boldogságot nyújtanak, így jött a dal, tehát hogy nagyjából így állt össze a dal a fejembe, és talán pontosan ez a keserédes íze, hogy miért más az irány, de közben a dalnak meg van egy pozitív csengés, a kettő együtt valahogy egy ilyen olyan elegyet képez, ahogy mégis egy ilyen kedves és pozitív utóhatása lesz. Hiába üzenek, kapok és sügetek, a világ se látsz.
életemet úgy alakítottam ki, egy olyan fajta rendszer és életvitel szerint élek, ami ugye 0-24-be be vagyok osztal, és ez már évek óta így megy, úgyhogy mindig azt észrevettem, hogy mindig a saját dolgaimra van a legkevesebb időm, és mindig azon kapom magam, hogy a saját dolgaim valahogy egy lépés előre, kettő hátra. Igen, sok mindenkinek írok dalokat, illetve tévéműsorokat csinálunk, és sok minden más, zenei rendezőként, zenei producerként dolgozom, háttérmunkákon, musicaleken, élősókon, egy csomó minden más, ami számomra ugyanúgy fontos, ugyanúgy nagyon szeretem, és nagyon lubickolok ezekben a dolgokban. Ettől függetlenül most a lemez lenne a prioritás, úgyhogy ezért is mondtam, hogy talán egy kicsit befelé fordulós időszak ez. Nagyon-nagyon várom ennek a lemeznek a megjelenését, már csak azért is, mert nagyon fontos új dalok vannak, nagyon fontos gondolatok, és imádom ezt a kollektív közös munkát az alkotótársakkal, úgyhogy már csak ezért is fontos számomra. Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este megtáncoltatom a szép cipőt, s már nem pont így mondta az öreg kis, azóta nem csak iszunk, bizony eszünk is. Na, hogy azt mondja? Csórón én nem játszom a nagy menőt, ha ma este nem sajnálgatod a hangerőt. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk a vasárnapi ismétlés után megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján is. Mára ennyi volt, de ne feledjük, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!